Európában, amióta a vadászat az ősfoglalkozásból a kiváltságosok jogává vált, a feudalizmus nagyurai a tömegmészárlásnak beillő hajtóvadászatok terítékéből a legjobb trófeákat a fényűzően berendezett főúri rezidenciák, vadászkastélyok falának díszítésére használták. Bár a vadászat szinte egyidős az emberrel, és a kezdetleges eszközökkel leküzdött vad szarvát, agancsát szinte vallásos félelemmel tisztelték, a mai értelemben vett trófea értékelés igénye alig egy évszázados múltra tekint vissza. A múlt század végéig jobbára csak szemre bírálták a trófeákat, általában a legfeltűnőbb értékmérő tulajdonságot, az ágak számát vették alapul. Az első kezdetleges képletet 1871-ben a budapesti első nyilvános trófea kiállításon alkalmazták. A gímszarvasok összehasonlításához objektív mércét legelőször 1925-ben a magyar Nadler Herbert által megalkotott képlet jelentett. Ez kis módosításokon ment keresztül, s azóta is változatlan formában használjuk. Ugyanakkor a nemzetközi CIC képlet alapjává is vált, melyet először az 1937-es berlini nemzetközi kiállításon dolgoztak ki, és 1952-ben fogadott el a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács. A két képlet közötti különbség csak annyi, hogy a nemzetközi a középágat a szemággal egyenlően értékeli, a korona maximális pontértékét 6-ról 10 pontra emeli, a jégágakat külön 1-1 ponttal értékeli. A terpesztésnél is enyhébb feltételeket szab a 3 pont eléréséhez, és a díjazási határértékek kevésbé szigorúak. Hazánkban a világon egyedülálló módon 1969 óta minden gímszarvas trófeát elbírálnak mindkét képlet alapján. A nemzetközi előírás szerint a hosszméretek és a körméretek lemérésére 150 cm hosszú, 0,5 cm-nél nem szélesebb acélmérőszalag szükséges. A gyakorlatban azonban jól bevált az 1 cm széles, nem nyúló műanyag szabó cm. A fehérkrétát méretfelvételi hely megjelölésére használjuk. A pecsét és a fémzároló eszközök a trófea adminisztrálásához szükségesek. A szárkörméretek felvételéhez 0,5 cm-nél nem szélesebb acélmérőszalag használatos. A tömeg megállapításához 10 g pontossággal mérő mérleget használunk, amit minimum 105 cm magas állványra helyezünk. A sokszámolást igénylő adatrögzítést számítógéppel végezzük. A trófeák megörökítéséhez fényképezőgép szükséges megfelelő fototechnikai felszereléssel. A fényképezéshez jó hátteret kell választani, ami lehetőleg homogén, fehér, halványdrap vagy világos szürke legyen. Ki kell emelni a bírálat helyszínének megvilágítását. A legmegfelelőbb a természetes vagy az ahhoz közeli fény. A szépségpontok megállapításakor összbenyomás alapján döntünk, körüljárva az agancsot. Kövessük nyomon az Országos Trófea Bíráló Bizottság munkáját. Első lépésben rögzítjük a trófea felvételi számát, az elejtő nevét, az elejtés helyét és idejét. A bírálat az agancs tömegének megállapításával kezdődik, amely bérvadásztatás esetén a lelövési díj alapja. A mérésnél gyakori hiba, hogy az agancs nekiér a falnak, vagy a koponya a mérlegnek támaszkodik. Mérés után az agancsra kerül az azonosító szám és a tömegérték, amit a pecsét és a plomba hitelesít.
A szárak hosszának mérésekor a méretek felvételét mindig a jobb száron kezdjük. A mérőszalag kezdő végét a szár külső oldalán a koszorú alsó pereméhez kell illeszteni. Végigvezetni a szár külső oldalán egészen a leghosszabb koronaág végéig. 108,5. Most a bal száron végezzük a méréseket. A szalagot mindenütt oda kell szorítani a szár görbületeihez, kivéve a koszorú felső pereménél adódó betüremlést. Itt nem kell benyomni, hanem a koszorú fölött hüvelykujjal a szárhoz szorítani. A leolvasás milliméter pontossággal történjen. A koronák adatainak megállapítása a következőképpen történik. A mérést úgy végezzük, hogy először krétával megjelöljük a koronaágak kiindulási pontját. Utána lemérjük a leghosszabb koronaágat, majd egymás után a többit 0,5 cm pontossággal. 30 és 32,5. A szemák hosszát a következőképpen állapítjuk meg. A koszorú felső pereme alól a szemág külső felületén vezetjük a mérőszalagot egészen az ághegyig. A leolvasás milliméter pontossággal történik. Elvégezzük a mérést a bal szemágon is. 35. A középágak méretfelvételére kerül sor. Középágnál a hosszmérésnél nincs olyan fix pontunk, hogy az alsó mérést hol indítjuk, úgy, mint a koszorúnál. Tehát segítségül veszük a krétát, és meghúzzuk a tengelyvonalat. Ugyanúgy a középág vonalát. Képződik egy szög, szöget megfelezem, és kivetítem a szárra, és onnét indul a mérés. A jégág értékelése következik. A hosszúságot a szemákhoz és a középághoz hasonlóan mérjük meg milliméter pontossággal. Megyem a végéig, 26,5. Ugyanígy a másik jégágat. 35. Jelen esetben ez a jégág két pontot ér, mivel van egy táblázat, a hosszak szerint adja a szépségpontot, maximum kettőig mehet a szépségpont. Természetesen mind a kettőnek ezt a méretet kell hozni, hogyha például az egyik oldal 20 centi fölött van, és a másik oldal csak 10 centi, akkor másfél pont. Ezután megállapítjuk az ágak tényleges számát. Minden 2 cm feletti képződmény ágnak számít. Ennél jelen esetben 1, 2, 3, 4, 5, 6. És ugyanúgy 1, 2, 3, 4, 5, 6. A körméretek felvételére kerül sor először a jobb száron, majd a balon. A koszorú peremének közepén milliméter pontossággal kell mérni. 28 centi. Ugyanígy a másik oldalt. 3 körméretek mérését is a jobb száron kezdjük. Először a szemág és a középág közötti szárrész kerületét a legvékonyabb helyen mérjük le, függetlenül a jégág elhelyezkedésétől. A mérés eszköze keskeny fémszalag. A legvékonyabb helyet többszöri méréssel állapítjuk meg. Utána ugyancsak a jobb száron a középág és a korona közötti szárrész kerületét állapítjuk meg, szintén a legvékonyabb helyen. 13,2. Ugyanezeket a műveleteket a bal száron is elvégezzük. 14. Külső körmére 13,1. A
terpesztést gondosan mérjük le, mert a pontszámot befolyásolja a szerint, hogy a terpesztés hány százaléka a szárhoz átlagának. Megkeressük mindkét száron azt a pontot, ahol a korona nyílik, és a koponya tetővel párhuzamosan mérjük meg a belső oldalon a legnagyobb távolságot. Hogyha ez párhuzamos a koponya tető síkjával, akkor egy helyen mérem, amennyiben magasabban van a korona, mindenképpen a magasabb pontot vetítem át a másik oldalra, de a párhuzamos mérés mindig megkövetel, tehát mindig a koponya tető síkjával arányosan. Oda helyezem a centit, és párhuzamosan a koponya tető síkjával megmérem a terpesztést, 102 cm. A szépségpontok megítélése következik, melyek szubjektívek ugyan, de megfelelően körülírtak. Az összpontszámnak általában csupán 5%-át adják. A színpontjainak megállapításához figyeljük meg a bemutatott agancsokat. Szemmel látható a különbség. Az első 0, a második 1, a harmadik maximálisan 2 pontot kaphat. Nézzük meg ezek alapján a bírált agancs színe hány pontot kaphat. 2 pontot, mert az agancs színe sötétbarna. A színnel azonos fontosságú a gyöngyözés. Az első agancs kevés gyöngyű, majdnem síma. Az adható pontszám 0,5. Ennek az agancsnak a gyöngyözése minden kívánalmat kielégít. Sok apró gyöngy található a szár teljes hosszában, a gyöngyözés szinte az ágak kétharmadáig is terjed. A szépségpontok közül a legtöbb gyakorlatot a korona pontszámának meghatározása igényli. Az értékeléshez hasznos segítséget nyújt a fotótábla. A koronát a Nadler képletben 0-tól 6 pontig, a nemzetköziben 0-tól 10 pontig rangsorolhatjuk. Így egy Nadler pont 1,67 nemzetközi pontot ér. Célszerű a koronapontokat Nadler pontban meghatározni és ezt átszámolni. A koronapontszámot a korona erőssége, hossza és ágainak száma befolyásolja. A 6 pontos maximumot csak kivételesen szép korona esetén adhatjuk. Vizsgált trófeánk mindkét koronájában 3 ág található, tehát 3 Nadler pont adható. Végül az ágvégek pontjainak meghatározása következik. Megállapításukkor az összes ágvéget figyelembe kell venni. Az agancs ágvégei tompák és sötétek, az adható pontszám 0. A másik agancs ágvégei csiszoltak, világosak, de tompák, így 1 pont adható. A harmadik esetben fényes fehér, hegyes ágvégek láthatók, 2 pontot érnek. Az esetleges szépséghibáknál, mint például letört ág, csúnya eltorzulás vagy feltűnő részaránytalanság, 3 pontig terjedő levonás alkalmazható. Bár a pontérték megállapításánál nem vesszük figyelembe, a magyar bírálati módszereknél a teljes bírálathoz hozzátartozik a középág tűzés magasságának, az agancsszár húr méretének és a koronaágak legkisebb távolságának megmérése. A középág tűzés magasságát a koszorú felső pereme és a középág kiindulási vonala közé kifeszített szalaggal mérjük. 34. Az agancsárak húrméretét a koszorú alsó peremétől a legmagasabb koronaág hegyéig kihúzott szalaggal mérjük centiméter pontossággal. A koronaágak legkisebb távolságán
a két legbelső koronaág hegyének távolságát értjük. 78. Az utolsó méréssel a koponya hosszát határozzuk meg, amely a nyakszirti tarétól az állközötti csontok hegyéig terjed. 49. A pontszám alapjául szolgáló kiskoponyás súlyt régebben a koponya méretek alapján határozták meg. A mai gyakorlatban a frissen lefőzött agancsokból 1 kg-ot 3 hónapos száradás után 70 dekagrammot kell levonni. A vadgazdálkodási munkát, a selejtezés szakszerűségét és az elejtő hozzáértését a kor megállapítása után értékeljük. Korbecslés egyik kritériuma a koszorú vagy az agancs tövek hossza és állása. A fiatal korosztályban hosszú az agancstő és vékony. A koszoruk síkja nem képez olyan nagy szöget a koponya tető síkjával. Középkorosztálynál lehet látni, hogy rövidül az agancstő, és kezd kifele fordulni a koszorú, tehát a külső pereme közelebb van a szembolthoz. És végül a idős korosztálynál egész rövid a csap, és a koszoruk síkja is sokkal hegyesebb szöget képez. A fiatal korosztálynál a koponya tető síkja egy kis búbos búbot mutat, mert a csontosodás még nem fejeződött be teljesen, tehát a varratok látszanak. Az idősebb korosztály, tehát a középkorúnál már közelít a vízszintes síkhoz, és bele mosódik a varrat a koponya csontba. Tehát magyarul jobban össze van már forva, összecsontosodva, a varratok alig látszanak. Az idős korosztálynál a koponya tető síkjába teljesen bemosódik a varrat, tulajdonképpen egész egyenessé válik a koponya tető síkja. Megállapítható a kor még a fogazat kopásából és az ekecsont elcsontosodásából is. Az aranyérmes és a különleges, rendellenes agancsokat fényképen is megörökítjük a vadgazdálkodási munka nyomon követése és segítése miatt. A Trófeabíráló Bizottság az érmes trófeákat külön oklevéllel az agancs minőségétől függően arany, ezüst vagy bronzéremmel jutalmazza. A trófeák pontos bírálatával egyrészt a vad iránti tiszteletünket fejezzük ki, másrészt mércét állítunk vadgazdálkodásunk eredményességének és szakszerűségének. A világhírű magyar szarvas hírnevét csak így tudjuk megőrizni.